Üdvözlöm nézőinket! Mai műsorunk főszereplője Kolozsváron született, más városok is elszólították, de mindig visszatért a kincses városba, ma is itt él. Költő, szerkesztő, műfordító, a Szivárvány és a Napsugár gyermekirodalmi lapok főszerkesztője, két gyermek édesanyja, és nem ijed meg a maratoni távoktól sem, ha futásról van szó. Műrepülés, bodzabél, darázsolás, pulzus, egy néhány cím, egy néhány kötet, melyekben az ő világa rajzolódik ki. A sorok mögött ma László Noémit láthatjuk. Hát biztos, hogy nem azt mondom, hogy költő vagyok, azt így nem merem elsőre, meg nem rokonszenves, mikor valaki magáról állítja, hogy költő. Én itt két dologhoz kötném, az egyik, hogy ugye Petőfi milyen és aranyok mondhatták magukról, hogy költők, és mondták is, de hát ők Petőfi és arany. Vagyis az azt jelenteni, hogy ha most valaki azt mondja magáról, hogy költő, akkor Petőfivel és aranyjal egy sorba helyezi magát, és ez problematikus. És a másik dolog, hogy azt mondják, hogy a magyar nép olyan nép, vagy hogy a magyar nyelv olyan nyelv, hogy a magyarok között minden második ember költő. Ez azt jelenti, hogy minden második ember verset ír, vagy versírással próbálkozik. Az, hogy az ember verset ír, vagy versírással próbálkozik, még nem avatja őt költővé. Azt hiszem, hogy azért nyúlunk olyan kényesen ehhez a témához, mert az, hogy valaki költő-e vagy sem, azt mások kell, hogy elismerjék. Vagy hogy azt a műveinek az élete, értéke kell, hogy bizonyítsa, és olyan visszatetsző, ha az ember saját magát egyből fölteszi a Petőfi és arany mellé a polcra. Én olyan 8-9 éves korom írtam először verset, és attól kezdve, hogy az első próbálkozások nem voltak sikertelenek, és hogy ráéreztem annak az ízére, hogy milyen élmény a valóságot ilyen nyelvi, zenei formában feldolgozni, mint egyféle, mint hogyha felvágott volna a vers, hogy az lelkileg mit jelent annak, aki ezt a munkát végzi. Hát így nem tudtam abba hagyni. Tehát, hogy az történt velem, hogy az első pillanattól fogva megkapott engem ez a folyamat, és nem tettem le róla. Tehát, hogy mindig is írtam verset minden életkorban. Volt, amikor kevesebbet, volt, amikor többet. Vagy hogyha úgy alakult, hogy nem verset írtam, akkor is mindenképpen az írás és az olvasás vonzás körében maradtam, mert úgy valahogy úgy éreztem, hogy ez számomra kielégítő, de olyan értelemben is, hogy amit én ebből előállítani képes vagyok, az nem haszontalan. És akkor tulajdonképpen az életutam is úgy alakult, hogy mikor pályaválasztásról, vagy munkáról, vagy kenyérkeresetről volt szó, akkor is igyekeztem, amennyire csak lehetséges volt, a nyelv és az írás közelében megmaradni. És akkor annak ellenére, hogy nyilván nem versből és nem irodalmi szövegek teremtéséből kerestem a kenyeremet, de annak ellenére, hogy szövegekkel való foglalkozásból kerestem a kenyeremet, még mindig maradt bennem annyi szusz, hogy a háttérben volt kedvem és energiám versben vagy prózában kreatívkodni. Verőfény, Brassó. Mentővel érkeztünk ide. Anya és törött fiú gyermeke. Korlátok között elakadt a röpte. Jobb könyökét kapocsal fogták össze. Az a nyár több kórházi üdülést hozott. Körülsétáltuk a fekete templomot, s nem mentünk fel a cenkre. Fagylaltal ültünk egy tér közepén, azt mondogattam egyre,
itt is a vonatállomás enyém. Emlékek tele zsúfolt asztala. Fölmész a dombra, üldögélsz, nem nézel sehova. Az állomáson két pont között lógó utasok minden irányból tisztán látszanak. Nem nézel, nem beszélsz, leülepszik a csend, és feljön a salak. Vonat, busz felvonó, gyalogos útkeresés, jó pár hátizsák. Sokáig hordozott szorongás, félsz, harag, szeretet gyűrűzik tovább. Több sávos út, belső központ felé futó vonal, ott fénylik sötéten az életed, kibonthatatlan gubancaival, bámulod őket, mint a hely idegen, tömör kőcsordáit fentről. Mikor gubancolódik, át sem gondolod, később mennyire nem kérsz ebből. Boldogok, akik előbb átgondolják, végig lépik. Nem kell tetőtől talpig sárcsatakosan elvergődniük a homályos révig. Életük útjai, terei jól kivehetők, ragyognak céljaik a messzeségben, mint eső után verőfényben a tetők. Én nem látom a célt, csak képzelem. Viharok jönnek, tűz a nap, fölém magasodik az életem. Valami dombra, hegyre föl kellene menni. Kideríteni, hogy jöhetett össze, fonák darabból, fájdalomból ennyi. Hogyan lehet, hogy ami van, az jó szerével rossz irányba lögdös? Hogyan lehet valaki önmagával, önnön sorsával szemben ennyire közömbös? Ülsz fönt a cengen, bámulod a kőből rakott vaskos házakat. Miért gáncsolod szép futásod el, miért torzulsz, miért bántod magad? Hogyan lettél a tarthatatlan, egyszer használatos helyzetek krőzusa? Ne hidd, hogy ez az élet szüntelen haláltusa. Hát ugye Kolozsváron nőttem fel a Monostoron, ami egy ilyen lakótelep a 70-es, 80-as években, az akkor épült gőzerővel, és hát zömével román környezetben, ilyen gettós tömbházban, panellakásban, mi voltunk ugye a kulcsos nemzedék, hogy a nyakunkban lógó kulcssal vakációs időkben reggeltől estig, télen-nyáron kint lógtunk a tömbházak közötti udvarokon, és hát ezért én románul gyerekeskedtem, bár még érettségiző koromban sem tudtam igazán jól románul, tehát hogy olyan sután beszéltem, de azért beszéltem románul, és aztán utána kezdtem hogy az iskola idején olvasni sem igazán olvastam románul, mert normális diák a kötelező irodalmat nem olvassa el, ezt mindenki tudja, csak a tanárok nem fogadják el. Szóval, hogy nem, de egyetem idején viszont már igen, és akkor így a román irodalom fogyasztása révén tanultam meg tulajdonképpen az irodalmi román nyelvváltozatot, úgyhogy, és illetve, hogy barátaim is volt, tehát, hogy így diákkoromban, magyar körökben is, de hogy román körökben is forgolódtam, tehát, hogy így a barátság nyelvét románul is megtanultam, nem csak magyarul. És az angol az is, annak ellenére, hogy angol szakra mentem, angol volt a mellékszakom, de nagyon hamar beleszerettem a diák évek alatt, és hát így hivatalosan nem, de a lelkembe főszakká avanzsált az angol, és olyannyira, hogy angolul írtam a diplomadolgozatomat, és utána angol mesterit végeztem, és Budapesten egy angol doktori program miatt éltem azt a 4 évet, amit éltem. Tehát, hogy gyakorlatilag magyar az anyanyelvem, románul és angolul beszélek olyan szinten, hogy vállaltan. És hát mindkét nyelvhez ez az irodalmi szenvedély segített hozzá, hogy így az irodalom felől csatornázottam be, de aztán ugye a tolmácsolásnak és a fordításnak köszönhetően mindenféle elszállt területekre volt alkalmam ellátogatni, hogy cementgyártás, meg repülőgép ápolás, meg az Európai Uniós törvénykezések, hogy mekkora lehet egy narancs adott esetben,
vagy hogy mekkora tonhalat szabad kifogni, vagy nem szabad kifogni, vagy hogy van a lazaccal. Szóval, hogy én szembesültem mindenféle érdekes területekkel, így a fordításnak köszönhetően. Azt hiszem, hogy ez a tolmácsolás, fordítás is egyfajta nyelvi kaland, a tolmácsolás különösen adrenalinos, de azért a tapasztalat azt mutatta, hogy ilyen művészettörténet, történelem, szociológia területeken tudtam szépen vagy élvezetesen tolmácsolni. Bábel, Shanghai. Micsoda utazás! Elmész, mert valaki lemondta. Kora tavasszal bombaként hull otthonodra az ajánlat, hogy tölts el pár napot a messzi keleten. Mindenféle mutatvány szükséges, és mégsem működik a nem. Hosszú az út, ágas-bogas müncheni csomóponton át vezet. Bámulsz a pusztában nőtt légikikötőben, vándormadár vagy, átaludtad a telet. Bámulsz a repülő emeletes terében, hányféle szerzet, papucs, gyermeksírás, nyilvános alvás, elgyötört szemérem. Nyakpárna, fejkendők, pár pillanatkép, egész alakos, testre szabott mosdófülke, a dohányzás tilos. Bámulsz, gömbölyű kabinablakon túl, világosság és sötétség inog. Egymás után maradnak el a sarkon összenőtt hosszúsági fokok. A levegőben folytogatóan szűk helyek, a reptér szemtelenül szürke, tág, tolókocsik rácsain roppant csomagok, bábeli zűrzavar, vad összevisszaság. Eljöttél hát keletlegét szippantani. Valójában először vagy fehér és európai. Először vagy családod sarjaként hunok hazájához ilyen közel. A hazafogalma a föld eszegletén gyermekkorod visszhangjaira lel. Bármerre nézel, valahogy mindenhol kamaszok és öregek. Úgy tűnik itt, aki középkorú, az bujdokol vagy halálos beteg. Metró lejárókban, futószalagon a fehér utas cókmokját röntgen szemekkel nézik. A kávé méregdrága nyugati szeszély, erőtlen csíkként húzódik az utazáson végig. Kenyér nincs, ám lépten nyomon virággá szédített, édes savanyú falatokat adnak. Kína álmodban rizssel, rákkal, sárkányformájú hallal púpozott lebegő raklap, Shanghai összlakossága annyi, mint az országi, ahonnan érkezel, s amelyről ismételten elmondod, hogy nem hazád, ezt mindig mindenhol taglalni kell, nem angoloknak, egy nem angol óvatos szavaival kifejteni, miért nem vagy román, miért hiába vagy magyar, nyelvedben élsz, nyelved szerint nevezed meg magad, kettős idegenséghez keresel idegen nyelven illő szavakat, fura bogár vagy. Távol-keleten nevetséges a nyúzott Kelet-Európa. Hiába töltöd itt időd, elmúlik, mintha mi sem történt volna. Olyan alkat vagyok, hogy ragaszkodom eredethez, múlthoz, gyökerekhez, tehát, hogy így bizonyos szinten szerelmes vagyok a szülővárosomban, vagy hogy ilyen zsigeri dolgokhoz kapcsolódom. Hát itt most nem is a kultúrtörténeti vonatkozások, hanem egyszerűen az emlékek, meg az, hogy itt nőttem fel, ez ismerős, és ott érzem jól magam abban a térben, amely számomra ismerős, vagy ott érzem otthon magam, és ilyen módon ragaszkodom Kolozsvárhoz. Persze azért büszke is vagyok erre a közép-erdélyi, vagy nyugat-erdélyi városra, ahol annyi nagyszerű dolog történt azért a századok folyamán. De hát, hogy nyilván Kolozsvár a legfontosabb, ez abból is látszik, hogy itt születtem, itt végeztem az iskoláimat, és jelenleg is itt élek. De éltem 3 évig Budapesten, és hát aki valaha bármilyen rövid ideig is kötődhet Budapesthez, szerintem az,
az nem felejti egy könnyen el Budapestet, tehát hogy nagyon sokat tanultam ott, nagyon sok pozitív és negatív tapasztalatot gyűjtöttem, és végül is rájöttem, hogy én nem vagyok az a kozmopolita, aki lazán elél egy világvárosban. Engem leginkább az ilyen szociálisan szomorú vonatkozásai bántottak a városnak, tehát hogy amit én a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején éltem Pesten, körülbelül 4 évig, az előbb 3-at mondtam, de 4 volt az. És akkor még így látványosan laktak hajléktalan emberek, például a metró állomások aluljáróiban, vagy a körúton, az állomások környékén, a Keletinél, a Nyugatinál, vagy így a körúttal párhuzamos hátsó utcákban. Ilyen nagyon pregnánsan ott volt még a két világháború, vagy mondjuk inkább a második világháború és 56 kormos és egyéb nyoma, meg hogy Budapesten, ahogy távolodunk a turizmus helyszíneitől, úgy szembesülünk egyre azzal, hogy ott szegény emberek is élnek, és hogy ott kínban is léteznek nagyon sokan, és hogy ahogyan ezek a lerobbant bérházak a távolabbi, eldugottabb részeken ilyen gettósított jellegűek, vagy az akkori 8. kerület és a Rákóczi tér, tehát hogy és hiába volt a Duna és a rakpart és a csodás hidak és a palota és a szép művészeti galéria és a könyvtárak, tehát hogy ezek hiába ragyogtak Budapesten, hogyha ott volt mellette mindaz a nehéz iszap, ami egy világváros alján összegyűl, hogy ez így túl sok volt nekem, és így visszahuppantam Kolozsvárra, ami Kolozsvár azért itt is vannak ilyen vonatkozások, de valahogy kisebb léptékű, és hogy valahogy Kolozsváron számomra elérhetőnek tűnt egyfajta egyensúly, ami nélkül én nehezen létezem, tehát hogy nekem szükségem van valamiféle középre, ahonnan az ilyen nagyvárosban állandóan kibillentik az ember, tehát hogy nagyvárosban nem lehet igazán nyugton élni, ezért is szeretik azok az emberek a nagyvárost, akik nem bírnak nyugton ülni. Úgyhogy ez volt Budapesttel, és hát volt szerencsém Bukarestben is eltölteni 3 évet, de ott friss anyukaként mentem egy babakocsival, amit állandóan megakasztottak a járdán parkoló autók, meg tele volt porral és légkalapáccsal akkor is már a város. Úgyhogy Bukarestben inkább így a város csontvázával szembesültem. Nagyon tetszett, ahogy amilyen eklektikus Bukarest, hogy így üvegpalota és század elős csodálatos épület, és egy putri, és egy lerobbant telek, ahol nem történik semmi, és megint egy üvegpalota. Tehát, hogy egy ilyen nagyon érdekes amalgám, így az emberek is az utcán, nagyon fura gyülekezete a társadalom minden rétegének, de hát ott sem bírtam, ott tulajdonképpen a szociális légüres teret szenvedtem meg, ami engem akkor körülvett, hogy oda kerültem úgy, hogy alig ismertem valakit, és ilyen babakocsi tologató anyukaként nem is sikerült sok embert megismerni, úgyhogy így az volt a benyomásom Bukarestben, hogy így légüres térben vonszolom a kisbabát, és aztán a végén feladtam, és hazajöttem babástól Kolozsvárra. Úgyhogy ezek a városok, de... Anyavers. Bukarest. Bukarest véletlenül alakult, valaki más akarta. Nem ellenkeztem, nem vagyok az ellenkező fajta. Tágas volt, zajos és üres, kongott a tér. Gondoltam, fővárosból egy még belefér. Gondoltam, lesz majd valahogy, vasból vagyok. Míg föl nem húznak, mint a horgony, maradok. Vasból, de vajból is kenyérre kenhető.
bűvös csákó, amit csak ritkán keresnek elő. Gazzal benőtt romok, acélüveg csodák, babakocsival gurul Bukarest fatemplomtól fatemplomig s tovább. Hintától hintáig, piactól piacig, nézem, a magányosok ura hol lakik, honnan tekint némán le ránk. Alvó baba, szuszogó anyuka, a járda a hazánk. Sáros, poros, talált, fényesre súrolt vén mese, amilyet Seherezádé nagyanyja hadovált, nincs vége, eleje, közepese. Lakni lakom, nem érzem, hogy vagyok. Habtégla fellegek, bádoglapokkal kirakott egek mögé bújtak az angyalok. Ha látnám őket bennük, úgy sem hinnék. Van mindenem, csak depresszióm nincs még. Állok a forgatagban, egyedül, a babakocsi árnyék rám vetül. Állok, mintha még dolgom volna, és nem kívánnék mindent a pokolba. A bukaresti hidak nem hidak. A víz jellegtelen, a korlát ingatag. Úgy járnak korlátok közt át meg át, mintha senki sem látná önmagát. Sétafikálnak felelőtlenül. Hátukon láthatatlan házi szörny csücsül. Fel alá mászkálnak, jobbra és balra térnek. Nem imádkoznak senkihez, a haláltól sem félnek. A május dögmeleg. Peng az acél, az aszfalt sistereg. Surrog a sok levél, zizzen a por. A szemek közt kovájgok valahol. Mikroszkopikus méretű gyaloganya. Hiába lohol, zihál, ténfereg. Sosem jut igazán haza. Legfőjebb fontos feladatot lát el. A feje fölött végtelenben nő a barnult polgárokkal teli Bábel, ahol célt tűznek ki, követnek, érnek el. A sok anya senkit sem érdekel. Az anyák foltok egy hivatalink kidörzsölt gallérvonalán, kimosva, kicsavarva száradnak a ház udvar felőli oldalán. Kikészülök. Írdatlan ajtót nyit felém a múltam. Homlokon vasabroncs, falba verem. Hiába már kialakultam. Nem hajlok kedvesen a cifra semmibe. Családkút apadóvizébe nem fúlok bele. Inkább a lélektelen, önző, menekült létébe zuhanok. Szapulásomra immár sírig meg lesz az ok. Emelem kalapom, és elásom magam. Agyő, hatalmas tömbök és terek, megy az otthontalan. Sokat jártam székelyföldi városokban, mert én Kolozsváron a bölcsészkaron voltam diák, 91 és 96 között, és valahogy úgy hozta a sors, hogy az egyetemi diáktársaim közül azokkal sikerült összebarátkozni, akik Székelyföldről jöttek föl Kolozsvárra, és ennek köszönhetően én a szabadidőmben állandóan Székelyföldön lógtam, olyannyira, hogy az ember annyit vonatoztam Székelyföldre ez alatt az 5 év alatt, hogy az emberek azt hitték, hogy én is székelyföldi vagyok, mert állandóan ezen a Kolozsvár-Brassó-Kolozsvár-Csíkszereda-Szentgyörgy útvonalon vonatoztam oda-vissza. Úgyhogy így sokat jártam Kézdivásárhelyen, Szentgyörgyön, Csíkszeredában, Udvarhelyen, Brassóban is, mondjuk például Gyergyószentmiklóson nem így történt, hogy be sem került ebbe a kötetbe, de hogy innen gyűjtöttem én mindazt az élményt, amit aztán beleöntöttem a székelyföldi városokról szóló versekbe. De hát szerintem Bukaresthez kötődik azért az ő vele való, hát ki mondjam úgy, hogy barátság kezdete talán. Hú, egy nagyon erős embernek látom őt, és ez az, ami vonzó benne. Lehet, hogy ebbe is hasonszörűek vagyunk talán. Igen, egy nagyon erős valaki, aki mindig fel tud állni bármiből. És ez jó. Meg korrekt, tehát, hogy egy nagyon korrekt embernek ismertem meg. Meg nagyon precíz, hogyha, nem tudom, fordítások kapcsán például, ha összeütköztünk, akkor ott biztos sem kellett aggódni, hogy egyrészt a minőséggel semmiképpen, de a határidőért sem soha. Erre felmondom, hogy precíz. Tehát, hogy már egyetemista koromban is tudtam, hogy van egy László Noémi, aki nagyon jó verseket ír, és azt azóta is így gondolom, és szeretem is nagyon a verseit. Nagyon egy hullámhosszon bírunk lenni azért, ami a lelkieket vagy a gondolatokat illeti.
Amikor visszaköltöztem Kolozsvárra, akkor még ő volt az Erdélyi Magyar Írók Ligájának az elnöke. Emlékszem, hogy hosszasan kerestem egy interjú miatt, amire nagyon sokáig nem válaszolt. Azt hiszem nem látta az üzenetet, vagy mit tudom én, valamiért figyelmen kívül akarta hagyni. De aztán csak megtaláltuk egymást, és hát és azóta úgy megvannuló nekem. Nagyon-nagyon szeretem. Meg hát volt egy néhány dolog, amit ő kezdett el, és aztán részben folytattam, az Álljunk meg egy szóra, nyilván nem ez alatt a név alatt, vagy nem így, de hogy vannak dolgok, amiket ő indított el, és aztán valahogy a nyomdokaiba léptem. A Ligát azért mondtam, mert hogy rengeteget gyötört, hogy be kéne lépni, és én akkor ellenálltam, és nem léptem be. Aztán később mégiscsak megtettem, és fel is szokta nekem hányni, hogy hát de miért nem az ő elnöksége alatt léptem ezt meg. Elég sok feladatom van, de hogy így az elmúlt években sajnos tényleg igaz az, hogy nem volt olyan alkalom, hogy leültem volna, vagy hogy kibukott volna belőlem egy vers egy asztalsarkon, egy papírfecnire, tehát ilyenek nem voltak már jó ideje. De hát azt is mondják, hogy a költő, hát egy fiatal ember írjon verset, vénen már mit költögetünk, az már nem versbe való, amit egy idős, törődött ember megél. Régen úgy írtam, gyakorlatilag bármikor, bárhol, de iskolás és egyetemi diák koromban jellemző módon éjszaka írtam, mert már abban a korban bizonyos fajta álmatlansággal éltem, vagy hogy könnyen fönt maradtam éjszakánként, vagy hogy akkor volt olyan nyugalmas rés az időben, amikor az ember úgy el van, el lehet magával, és nem ugrasztják ki, nem billentik ki abból a fajta állapotból, ami azért egy vers születéséhez szükséges, tehát hogy így nem lehet ripsz-ropsz verset írni. Lehet, csak az olyan vers. Az igazi vershez egyfajta elmélyülésre van szükség, amihez kell idő és kontextus, anélkül nem lehet. És még így is sokkal könnyebb, vagy sokkal kevésbé munkás dolog gyakorlatilag verset írni, mint prózát, ugye, mert a prózához életmód kell, a vershez alkalom és lelki állapot, de hát nem tudom, inkább nem mondom, hogy van a prózaírókkal, mert nem vagyok prózaíró, és nem akarok beleokoskodni, de hogy a verssel úgy van, hogy a költő nem csak akkor ír, amikor kiírja magából a verset, hanem valahogy a vers az úgy egész életünkben, minden percünkön mocorog bennünk, de szükség van egyfajta magányos vajudásra ahhoz, hogy kiengedjük magunkból. Egyfajta szülés tulajdonképpen a versírás, és ugye szülés nincs vajudás nélkül, aki átesett ezen, azt tudja. És hát így van a verssel is, hogy ugye ott is megvan képletesen az a 9 hónap, ameddig kihordja a költő, vagy az egész élet, amíg hordozzuk a fejünkben a verseinket, melyekről nem is tudjuk, hogy ott vannak, és akkor, hogyha megvannak ezek a kegyelmi állapotok, és átadjuk magunkat annak az állapotnak, akkor van esély arra, hogy a vers megszületik, és nem lesz halva született, se hamvában holt. Hát röviden így ez volna a versben az alkotói folyamat, de nekem már jó ideje nem teremtettem meg, vagy így nem úgy éltem, hogy ezek a kegyelmi állapotok lehetségessé váljanak az életemben. Tehát, hogy így túl sok mindent előre helyeztem a prioritásaim között. Hát én is ember vagyok. Úgyhogy az elmúlt években inkább ember voltam, mint költő. Azt szeretem a legjobban, hogy nagyon jó hallgatni mellette. Ameddig nagyon sok ember mellett kínos ez a
ez a befejezünk egy történetet is, elhallgattunk. Mellette úgy valahogy ezek a történetek ezekben a csendekben tovább folytatódnak, tovább gondolom. És ez számomra egy hihetetlen képessége egy embernek, hogy mellette jó hallgatni. Viszont amikor megszólal, tele van humorral. A Pulzus című kötet kapcsán kezdtünk el intenzívebben közösen dolgozni, és hát azt éreztem a versek olvasása kapcsán, hogy ez egy hosszú történet, egy összefüggő történet, amelyben mintha én is benne lennék, utaznék, ugyanúgy országokat, városokat látnék, ugyanúgy, ahogy valahogy ő leírja, megjelennek ezek a helyszínek benne. A szabadság ezekben a versekben az, hogy nem csak magát a helyet kell megrajzolni, vagy megeleveníteni, hanem egy társszemlélőként éreztem végig magam a versekben. Olyan dolgokra lettem figyelmes, vagy próbáltam kihangsúlyozni igazából, ami vele utazhat, ami az elmúlt néhány évben előfordulhatott, amit hozhattunk a gyerekkorunkból, és vittük magunkkal tovább. Lassanként, Akácfa utca. Valódi város, tekenő vagy katlan. Az elképesztő terek, ahol laktam. Faág ablakhoz sehol sem hajolt. Egyik szobámnak ablaka se volt. Ahol kezdődött, ott körfolyosóra nézett a rácsos cselédszoba ablak. Egy nap viharvert macska ült az ágyon, sovány, varas. Néztem, hogyan jutott be, hogyan préselte át magát a rácson. Szánalmas fekhelyen mit ad neki? Ami nekem rideg, neki puha. Betört a cellámba, van otthona. Jól érzi itt magát, ahova én ruhát váltani és aludni járok, hálókocsi ez vagy hajókabin, várárok víz nélkül, remetelak, nem néz be ég, nem szólnak madarak. Fekszem, töprengek lelkem dolgain, mert amíg külső terem puritán, a belső jóval túltesz e szobán. Fekszem, képzelgek, csendben el vagyok, csak épp takarítani nem tudok se kint, se bent. Poros zsúfolt a csend, kívül ruhák, könyvek, lapok, belül torlódó képek, korszakok. Fekszem csukott szemmel, rakosgatok, bárhová nyúlok, valami borul. Fekszem, és lassanként bealkonyul. Hogyha erre a lappárosra gondolok, akkor számomra a legfontosabb az a közösségi hálózat, ami szerintem a lapok mögött van. Tehát, hogy ez nem újság, bár újságnak tűnő termék, de hogy ez tulajdonképpen egy küldetés, hogy az sem véletlen, hogy ez egy erdélyi vállalkozás, tehát, hogy ugye kisebbségben, erről most manapság már nem divatos beszélni, de attól függetlenül még kisebbségben élünk, és egy nyelvet és egy kultúrát kell nehezített körülmények között éltetnünk, és fejlesztenünk, és továbbadnunk. És én úgy gondolom, hogy ennek kulcsfontosságú eleme a kezdeteknél a szivárvány és a napsugár, úgyhogy ez hiába tűnik szépen illusztrált viccekkel és rejtvényekkel díszített papírnak, amivel cipőt is kitömhetünk, vagy kályhába is begyújthatunk. Ez tulajdonképpen egy ember fölötti vállalkozás annak érdekében, hogy írjunk gyermekeknek mesét és verset magyarul Erdélyben, hogy gyermekek olvassanak mesét és verset magyarul Erdélyben, és ezt ne képernyőn, hanem papíron tegyék, és hogy az olyan formában jelenjen meg, ami a szép érzéküket jó irányba tereli és alakítja. Van az a rugalmassága, ami a felnőtt és a gyerekek
világa között tapasztalható, tehát hogy a gyerekvershez valamilyen más megközelítést kell, és ez benne megvan, de ugyanakkor a felnőtt verseiben szintén egy új tapasztalás, egy másfajta tapasztalás jön át számomra, és ezt a rugalmasságot kimondottan szeretem. Valószínű, sőt, az öreg lélek talán sokkal könnyebben ír gyermekverset, mint a fiatal, mert hogy a jó gyerekvershez nagyon is erre a távolságtartásra van szükség. Tehát szerintem, hogyha megnézzük, a legtöbb költő idősebb korban kezdett igazán jó gyermek. Hát vegyük akár csak Kányádi Sándort, mondjuk pont az ellenpélda volna például Szilágyi Domokos, vagy Vörös, aki egész életében írt mindenféle verset, és semmit nem tartott se gyermek, se felnőtt versnek. Az én esetemben sajnos a gyermekversek azok szinte egytől egyig a helyzet szülöttei, tehát hogy konkrétan felkérésre születtek, és konkrétan úgy értem el azt, hogy legyenek, hogy több hetes, vagy legalább több napos, szorongásos periódus után, mikor tudtam, hogy meg kell azt írni, akkor végre oda tettem magam, és akkor valahogy belevarázsoltam magam abba az állapotba, ahova az ember meghívja az ihletet, és akkor, ha szerencséje van, az az ihlet megérkezik, és akkor összejön a vers, noha felkérésre készül. Tehát, hogy az azért nem olyan. De hát nem háborognak az olvasók, hogy gépiesek, vagy olvashatatlanok, az általam gyerekversként kiadott szövegek, úgyhogy remélem, hogy noha így születtek ők, császármetszéssel mégis csak sikerült jó munkát végezni. És hát a másik típusú vers, az pedig nem szeretek felkérésre írni verset, leszámítva ezt, hogy a gyerekverset megírom, mert azt úgy gondolom, hogy a szolgálat, az fontos, de a rendes versnél úgy gondolom, hogy az nálam akkor van, amikor megjön. Tehát, hogy ő jön, nem én hozom elő. Hát erre mondhatjuk azt, hogy dilettáns vagyok, mert a profik azok bármikor előhozzák a verset. Én is tudok profi módon úgymond verset írni, tehát hogy például a kolozsvári magyar napokon az elmúlt esztendőkben mindig volt ez a helyszíni versírás, és ott flottul írtam mindenfélét, de hát azokat a szövegeimet soha nem szerkesztettem be kötetben, meg se őriztem, mondjuk megtalálhatók a Helikon oldalain, mert Karácsonyi Zsolt mindig megjelentette őket azt hiszem, hogy a szeptemberi Helikonokban. Úgyhogy ha éppen akarnám, vissza tudnám keresni, de úgy nem akarom. Nem. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az az igazi vers, ami az ilyen teljesen romantikus, úgy értem, hogy romantika korabeli, kora 19. századi elképzelések szerint rátör az alkotóra. Lányvers. Budapest. Budapest véletlenül alakult. Ragadt, mint hajba a bogáncs, alig tudtam kiszedni. Háború szürke, szúrtos utcák, rozsdás rács, bérházablakon, vasalt haj, műköröm, háj, gumipapucsok. A Moszkva téren pekingi kacsa, a várban könyvtár, kút, galamb. Üveg, fény, csend, adatlapok. Ígéretes jövő, megnyugtató magány, piros, kék, sárga, lila tinta. Zsugorodom az idegen tömegben, amelyhez tartozni cseppet sem törekedtem, csak sodródom húzatos átjáróban, zötyögő trolin. Túlzás, hogy lakom valahol, vagy hogy van valakim. Enni csak érintőlegesen szoktam, cigibe fogózom, és elbújok jeges unikumokban, a három hollóban, a művészben, a grincingi mellett a sarkon, mielőtt első matekóránkat tartom Dömének, aki az apja szerint szociopata.
állok a rakparton. Nem tudom, hova menjek. Itt menni jó. A társas magány elfogadható. Megyünk, mint gyalogátjárón az átkelők. Párhuzamos magánsebességgel múló idők, párhuzamos magánrémekkel feltöltött világok. Papírfecnik, féltéglák, huzalok alatt, tüskés emberi ritkaságok. Hidak, fehér, zöld, szürke, sárga. A libegő, a fogaskerekű, a normafa, amit pársíjelő akár hegynek is nézhet, központi fizikai kutatóintézet, sakvereség, éjjeli őrjárat a mák fehér csempéi közt, bősz doktorandusz kollégák, hátulról előre, betéve fújják Zsill Deleuze-t, és az a mondat, kedves Noémi, nem írhat úgy, hogy abba senki ne kössön bele. Anyámtól néha levelet kapok. Más főz nekem egy perces lágy tojást, és szókincsemből lassan elhagyom a meggyőződést és az akarást, a tervet, a jövőt. Levél, mintha még működne a mérleg, és rátenne még engem valaki. A kézírásos sorok véget érnek, mielőtt ki lehetne mondani, hogy eljöttem, miközben ott maradtam, vázák között a szekrény tetején. Itt könnyű test, ott nehézkedő árnyék, egyik sem az enyém, mintha a múltam számításba venne, ha e sem, talpra állok valahogy, mert aki itt sincs, ott sincs igazán, annak ideje itt se, ott se fogy, az úgy él, mintha nem jöhetne érte se prózai, se drámai halál, és amikor már mindenét felélte, a semmiből új mindent fabrikál, új s új utakra indul szüntelen, sehol nem rajzolódik ki a cél, és még a végén majd zokon veszem, ha könnyűségem mégis célba ér. Futás és utazás közben jönnek az őrült ötletek, én ezt tapasztaltam, és én mindig elmondom azt, hogy az ember persze lélek és elme, de és szellem, de az ember test is, és hogy nem választhatjuk szét az alkotó elemeinket, bármilyen magas ideáljaink volnának arról, hogy mi az, hogy ember, mi tagadás egy hogy a Botházy Mari könyvcímét kölcsön vegyen, biorobotban lakunk, vagy biorobot által vagyunk benne ebben a világban, és én úgy gondolom, hogy ha már ide jöttünk, és ezt kaptuk, akkor vigyázzunk rá, bánjunk szépen vele, és a testünk is legyen olyan, hogy örömöt okozzon nekünk is, meg a körülöttünk élőknek is. Tehát, hogy az is egyfajta eszköz arra, hogy az ember a szépség ideálokat megközelítse, hát amennyire tőle ez telik, és úgy érzem, hogy a teste iránt is vannak az embernek kötelezettségei, amelyeket, ha elhanyagol, akkor aztán a test benyújtja a számlát. És hát a futás az részben egy ilyen bioolaj, de másrészt az is, mint a kötés vagy a horgolás, az is egyfajta meditatív állapot, mert hogy ez a repetitív dolog, ez a ritmikus mozgás, amit a testével az ember futás közben végez, az a monotonitása folytán nagyon jó táptalaja az elme tisztulásának. Tehát, hogy úgy olyankor van esélyünk arra, hogy úgymond az elménk aludjon, pihenjen, kiürüljön, megtisztuljon, leülepedjen, meg az is van a futással, van egy olyan elképzelés, vagy elmélet, hogy azáltal, hogy a talpunkat a talajhoz csapjuk, mert tulajdonképpen ez történik, mert nem macska talpon fut az ember, ezáltal a kontaktus által kimennek belőlünk a mérgek, konkrétan az indulatok, a fájdalmak, a nehéz érzések, tehát hogy némiképp fizikailag is
kilökheti magából futás közben az ember az érzelmi salakot. Tavaly töltöttem az 50. évemet, és hát nem könnyű, vagy legalábbis nem éltem könnyedén meg. De hát az embernek nincs más választásunk. Bizonyos tekintetben, akiknek ez sikerül, még mindig. Valahogy úgy érzem, hogy az emberben egyszerre él minden életkora, amit addig megtapasztalt, tehát, hogy megnyilvánulásainkban, vagy abban, ahogyan a világot, a bennünket ért ingereket földolgozzuk, a csecsemőtől, a 3 éves gyermeken, a totyogón és a botladozón át, a kisiskolásig és a lázadó kamaszig és a fiatal hősszerelmes és utána a komoly karrierista, fiatal felnőtt és a szülő, és aztán ugye már az őszbe hajló fejű ag, meg a kapuzárási pánikos középkorú, tehát hogy ezek a pszichés életkorok mind bennünk vannak potenciálisan, életünk minden pillanatában, de hát azért csak rányomja a bélyegét a létünkre az, hogy éppen milyen korban vagyunk, és hát ez van, hiába akarunk mi örökké 10 évesek maradni, vagy 20 évesek, vagy mit tudom én kinek mi. Én például koravén gyermek és infantilis felnőtt vagyok, azt hiszem, én úgy látom, hogy nálam ez a struktúra, tehát, hogy én tulajdonképpen, és lehet, hogy ez mindenkiről elmondható, aki nem fejlődik, hogy azt hiszem, hogy mindenkinek van egyfajta életkora, ami rá jellemző, ami már megvan kiskorában, és megmarad nagykorában is, és nálam ez valami ilyen kamasz, tehát ott a 15 és a 25 között vagyok én lélekben, de én ott voltam már 1 évesen is. Tehát, hogy ezért, tehát, hogy rám gyerekkoromban azt mondták, hogy milyen komoly ez a gyermek. És aztán felnőtt koromban meg azt mondták, hogy milyen komolytalan ez az ember. Ugye, hogy mennyire nem mindegy, hogy honnan nézzük ugyanazt a dolgot. És hát talán ennek is köszönhető az, hogy ugye felnőttként így nem voltam egy sikeres karrierépítő, mert hát a kamasz, vagy a fiatal felnőtt, az nem törődik ilyen dolgokkal, hát az egyébben van elfoglalva. Na de ettől függetlenül, hát azért az ember élet az mégiscsak egy út, aminek van kezdete és van vége, és hát az 50 az nem a fele, mert ilyenkor ugye mindig bejön a Dante-i sor, hogy az ember élet útjának felén, és én mindig azt gondoltam, nagyon optimista, hogy mindig így, hogy át majd az 50 után, igen, az ott a fele. De hát az azt jelenti, hogy 100 éves koromig kéne élni ahhoz, hogy az 50 legyen a fele, úgyhogy én már valószínű jóval túl vagyok a felén, de még mindig úgy érzem, hogy nem, még nem vagyok a felén. Na de hát az a lényeg, hogy azért öregszünk, biológiailag öregszünk, és ezt el kell fogadni, az ember meg kell tanulja alázattal, és méltósággal viselni az életkorát, és azért még akkor is, hogyha lélekben 15-25 éves, tudjon úgy élni, ahogy egy 50 évesnek illik.